A halálhoz kapcsolódóan számtalan szokás és viselkedési forma született a civilizációkban. Mohai Tamás néprajzkutatóval a halál és az ember kapcsolatáról beszélgettünk. Szinte összeforta Mindenszentek a halottak napjával, pedig nem azonosak. A Mindenszentek ünnepe az 5.-6. század óta él az egyház hagyományban, hiszen ekkorra már nagyra nőtt azon szentek és vértanúk száma, akikről nem emlékeztek meg a nagy szentek között. Akkor arra gondoltak a különböző részegyházak, hogy legyen egy ünnepe azoknak, akik nincsenek ilyen módon piedesztára emelve, kanonizálva. Tehát ez azoknak az ünnepe, akiket nem tudjuk, hogy miféle módon, miféle életet éltek, de úgy nagyjából biztosak vagyunk benne, hogy ők is ott vannak a paradicsomban. A halottak napját pedig pár száz évvel később, 998-ban ünnepelték először egy bencés szerzetes közösségben, amelynek célja, hogy megemlékezzünk minden más elhunyt szerettünkről is, akikről nem tudjuk biztosan, hogy a mennybe kerültek-e. A többi egyházi ünneppel szemben azonban kevés hagyomány alakult ki az ünnep köré. Már gyakorlatilag eltűnt a hagyományból, néphagyományból is, ez pedig a szegények, koldusok etetése, illetve a halottak etetése. Tehát az, hogy a halott valahogy a túlvilágon velünk még olyan kapcsolatban van, hogy a sírra letett étel az az ő javát szolgálja, ez a képzet, ez a hit, ez megmaradt a 20. század közepéig. Ahogy a sírok virággal való díszítése, úgy a gyertyagyújtás sem olyan régi hagyomány, sőt a világ legnagyobb részén még ennyi sem kapcsolódik az ünnephez. Ugye nekünk nagyon természetes, hogy kimegyünk a temetőbe, és ott gyertyát gyújtunk. Hát Európa jelentős részén a temetőkben nincsenek sírhantok. És másik jelentős részén, most már nálunk is, a temetők jelentős részében urnás temetések emlékfalai, emlékoszlopai vannak, és ezeknek egy része bekerült a templomokba. Manapság pedig már 70-80%-ban urnás temetések vannak. Mohai Tamás szerint az ember kapcsolata a halállal óriásit változott az elmúlt évek során, és a társadalom leginkább eltaszítja magától a halál tényét. Az európai kultúra évszázadok óta, hogy mondjam, így egy hangszigetelt fallal veszi körül a halált, azzal, hogy nem családi körben történik a halál, már nem látjuk, hogy hal meg, nem látjuk az utolsó óráit, a kórház, az azt követő boncolások, patológia hetekig hűtött, tehát nagyon elszakadtunk. Tehát ha ezt nagyon kiiktatjuk, akkor rosszul járunk. Valahogy ez annyira alapviszony, az életünknek annyira része a halálunk. A halottakra való emlékezés nem csak a halállal, mint az élet részével való kapcsolatot jelenti, hanem a generációk összekapcsolódását is, és őseink emlékezetét. Mit mondunk a gyerekeinknek azokról, akiknek a sírjához kimegyünk? Hol van? Ez minden gyerek megkérdezi, hogy most hol van? Akkor most őt megeszik a hangyák, vagy mi lesz vele? Tehát vizuálisan nagyon erősen elképzeli. És drámai erővel tör fel a kérdés, amire a szülő, vagy a nagyszülő valamilyen érvényes, megnyugtató választ kell, hogy adjon. És a temető látogatás ennek kitüntetett alkalma. Ahogy a halottakért való imádság, úgy az emlékek közös felidézése is része a halottak napjának, hiszen egyszer majd eljön az idő, hogy már nem adják tovább életünk történeteit. Kb. 60-70 év alatt egy ilyen sírkereszt az elkorhad. És 60-70 év múlva ránk se fognak emlékezni, meg mi se emlegetjük a 70 évvel ezelőtt elhunyt ükszülőinket. Ugye, tehát szépen egybecseng a tárgyaknak és az emlékeknek az élete. A halál épp oly természetes tehát, mint maga az élet. Az erről való emlékezet pedig, ha bár néha szomorú, az ezernyi gyertya fénye a sötétben a remény jele is arra, hogy valahol, valamikor még találkozunk elhunyt szeretteinkkel.